bármikor is egy buzzizást meghal az ember, akkor a gyomra görcsbe rándult. A mai ez nap Az jön. enyém is. Persze. Köszöntöm Önöket, Kadarka Jendre vagyok, és ez itt a szavakon túl. Mai vendégem Lakatos Márk, stylist, médiaszemélyiség, divat, jelmez és látványtervező. 2003-ban a megastár című tehetségkutatóval vált országosan ismerté. Ő volt a műsor egyik háttérembere. Azóta az ország egyik legismertebb sztájlisztja, a szórakoztatóipar állandó szereplője, az RTL Klub reggeli című műsorának egyik házigazdája. Ő következik. Ahogy azt már megszokhatták, most is 20 fogalommal készültem aktuális vendégemnek, át is nyújtom neki a Köszön papírt, szépen. amely az ő életének meghatározó kérdéseit, szereplőit, aspektusait tartalmazó papírlapot vett. Tehát ugye, mint ahogy már megszokták, mindig húsz olyan kifejezést, fogalmat sikerül találnom aktuális vendégemről, amelyek hitem szerint nagyon rejtélesek, talányosak, uh -huh. és ezek közül aktuális vendégem, jelen esetben lakatos Márk, válaszza ki pontosan miről is beszélgessünk. Úgy, hogy értelemszerűen ő sem feltétlen tudja, hogy milyen témát dob fel. Azok kedvére, akik csak haranak bennünket, elmondanám, hogy mely húsz kifejezés közül választott Lakatos Márk. Kívül-belül? Rossz szemmel? Megrendelésre? Rend, fegyelem. Szabadíts meg a gonosztól. Ikertornyok. Füstbe ment terv. Lebeszélném. Hökkents meg. Szétszakítva. Egyedül. Ez vagyok én szimpadiasan. Nálam történt. Fenékig. Fénymásolat. Támasz. Igazítsd ki. Vagy vagy. A nagy kérdés. Szólok, hogy nagyon talányosak. Tehát van benne csel. Ami egyértelműnek tűnik, nem biztos, hogy arra utal. Hát igen, pont ez, hogy most ezt felolvastad, rögtön azon kezdtem el gondolkodni, hogy miről mi jut eszembe, mi az, amire én azt gondolnám, hogy egyértelmű, és élek a gyanúperre, hogy lehet, hogy ott lehet a legnagyobbat hibázni, ha ezt egyáltalán lehet hibázni, nem lehet mert végül hibázni. hibázni nem lehet, hiszen minden sztori igazából lehet érdekes. Így van. Meg el is fogunk tőle távolodni valamennyire. Válasz kérlek egyet. Melyikkel kérdünk? Egyet. Egyet? Fenékig. Fenékig? A fenékig alatt én arra gondoltam, hogy ugye te Madridban éltél uh -huh. kint, én azt jól gondolom, hogy te ott úgy rendesen meghódítottad a madridi éjszakát, mert ott azért lehet szórakozni. Tehát fenékig ürítetted az élvezetek poharát? Hát azt lehet mondani, hogy igen, 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 igen. Az, az nekem egy, egy, hát az életemnek egy meghatározó időszaka volt, mondhatnám az, az egyik ilyen nagy ős robbanása. Ö, és hát igen, ott azért, ott azért igen. Tehát, hogy, hogy ott aztán bele lehet csapni a lecsóba, és én be is, bele is csaptam, de, nagyon érdekes, igen, tehát nagyon érdekes egy időszak volt, mert elképesztő őrület volt, de közben, közben nagyon sokat tanultam saját magamról, meg, meg azt, hogy aztán később, jóval később elkezdtem úgy igazából stylinggal foglalkozni, stylist lettem, divat, karrierem kezdődött el. Szerintem azért annak a nagy része ott az alatt a két év alatt érlelődött meg bennem. Még akkor is, ha ezt tudatosan, után, amikor hazajöttem, nem ezt kezdtem el csinálni. De de azért az egy ilyen, hát egy nagy felszabadító folyamat volt, egy nagy. Mitől szabadított fel, vagy mi, mi által? Hát igazából, ö, ugye én azért mentem oda el, mert ö, egész egyszerűen ki akartam lépni abból a helyzetből, amiben benne voltam itt Magyarországon. Magam mögött akartam hagyni egy csomó minden dolgot, ö, és igazából nem tudtam, hogy hova megyek, nem tudtam, hogy mi lesz és mit fogok csinálni, de szerettem volna új, valami új közegben, új helyen, új dolgot csinálni, és ez azért érdekes, mert ugye 19 éves voltam, tehát hogy azért ezt az emberek, mint én, 40 évesen ugorják ezt meg, vagy, vagy, vagy ilyenkorban, én, én bennem meg ott összeér, összeért, ez, a, ez az egész csomag. Mit szerettél volna te magad mögött hagyni? Na, hát kérlek szépen, elsősorban szerettem volna az apámtól eltávolodni. Tehát euh, én ugye elvált szülők gyerekei vagyunk a, a testvéreimmel, 14-es korunkba váltak el a szüleink, én máig megmagyarázhatatlan módon azt mondtam a bíróságon, engem, volt, engem kérdeztek meg egyedül, hogy kivel szeretnék van, és azt mondtam, hogy az apámmal, ami számomra máig érthetetlen, mert... Hány éves voltál? 14. Akkor? Azért érthetetlen, mert mindig is az édesanyámhoz fűzött olyan szorosabb szál, hogy egyszerűen vele értettem jobban meg magam az apámmal, állandóan harcban álltam, mert hát ez egy ilyen nagyon problémás apa-fiú viszony volt, terhelve az én szexuális orientációmmal, azzal, hogy ő, hogy ő a rétegváltó értelmiségiként mit akart belőlem, meg a többi tesónkból így ki nyomni, ami ellen én ellenálltam. Tehát, hogy nagyon sok harc volt közöttünk, és én mégis azt mondtam valami miatt, hogy hogy én szeretnék vele menni. És aztán jött egy négy éves periódus, ugye 14-től 18-ig, érettségi, 19-ig, vagy ugye öt éves gimnáziumba jártam, ami hát egy ilyen fura együttlakás volt, nagyon sok feszültséggel, nagyon sok harccal, amiben ugye állandóan próbált az egy ilyen klasszikus apa-fiú viszonyt ö, ö, velem létrehozni, amiben én nem voltam partner. Az meg se fordult a fejedbe, hogy visszamenj anyukádhoz? Ö, nem, érdekes módon nem, hanem sokkal inkább az fordult meg a fejemben, hogy, hogy szeretnék a magam ura lenni. Tehát, hogy ez elég, elég gyorsan inkább kikristályosodott bennem. Nem lehet az, hogy inkább hozzá képest szeretted volna meghatározni magad? Tehát az öndefiníciód az úgy szeretted volna, hogy kikristályosodjon, hogy ez egy folyamatos harc és folyamatos surlódás mentén nyerjen kibontakozást. Hát akkor ez egy tudatalatti dolog lehetett, mert szerintem tudatosan ezt nem tudtam. Természetesen az anyám az egy elfogadó pólusa volt az életemnek, tehát ellene nem nagyon kellett soha harcoljak, hanem az, a, az, az elfogadás volt. Figyelj, ez, igazából azt mondom, hogy ez egy nagyon manipulatív vállás volt, tehát ez egy elég, elég mocskos vállás volt, két évig tartott, együtt laktunk, egy háromszobás lakásban öten. A manipulatív alatt mit értesz? Hát én azt értem, hogy, hogy az édesapám azért nagyon sok olyan dolgot használt, kihasznált, amiben ő a saját győzelmét szerette volna ebben a vállásban biztosítani. Ez ellen ugye az anyám nem feltétlenül volt ebben partner, tehát hogy ez erre eléggé ráment mind a három gyerek, én és a két tesóm. Milyen értelemben ment rá? Hát lelkileg, tehát hogy ez egy, ez egy olyan vállás volt, ami, ami azért nagyon megkárosította szerintem mind a három gyereket. A de két fél folyamatosan kigyólt békát kiabált a másikra? Én inkább azt nem, hogy az apám használt, olyan olyan eszközöket, amiket az anyám visszafele nem használt, tehát ő egy bizonyos, mennyis, egy bizonyos mértékben sokkal védtelenebb is volt ebben az egészben. Na mindegy, és igazából ennek az egész résznek a végére valahogy én, én a megkérdezésre azt mondtam, hogy én az apámmal szeretnék menni. Mondom, ezt én máig nem értem. Nem tudom megokolni, nem tudom meg... Nem tudom megmagyarázni logikusan, hogy ezt miért csináltam, tehát ezért is mondom azt, hogy ezért ez egy manipulatív időszaka volt ez a vállás, amiben az édesapám nagyon szeret nyerni, sőt, egyetlen nem tud veszteni, tehát szerintem az ő, ő, ő dolgát azért nagyon erősen áthatotta az, hogy ő neki ebből a helyzetből is, mint az életünk minden helyzetéből ő győztesen kell kikerülni. Őt meg is lepte a te választásod? Na látod, ez jó kérdés, erről nem beszéltem vele soha, de hát a franc se tudja, hogy ő, hogy ő erre számított, hogy ő úgy gondolta, hogy ez, ez így oké. Okay. De hát azt tudta, hogy. Tehát azért azt, azt tudta, meg, meg azért, hát igaz, hogy mondjuk azért kabaszkoromban szabadult el a ló, tehát hogy, hogy ott, ott éleződtek ki a mi, a mi ellentéteink. Ö, Na ez egy milyen érdekes kérdés, hogy soha nem beszélgettem vele arról, hogy, hogy ő ezt az egészet hogyan értékelte. Milyen érdekes, hogy eszembe se jutott, hogy vele erről kéne beszélgessen. De szoktatok. Persze, szoktunk, meg, meg mondjuk nagyon sokáig harcban álltunk, és nagyon sokáig kevés volt a kommunikáció mostanában, egyre több, nagyon sok dologban pacifikáltuk a kapcsolatunkat, és, és nagyon sok olyan visszatérési folyamat van, amiben azt gondolom, hogy, hogy nagyon fontos, már csak, a, már csak az okozott, meg a, akár, akár nem szándékosan is, de az okozott traumáknak a feloldására, ez tök fontos, hogy, hogy visszataláltunk egymáshoz olyan módon, ahogy mi vissza tudunk találni. Tehát, hogy ez, ez, mindig is azért egy olyan speciális kapcsolat lesz, ami, ami hát valószínűleg ez a mi karmánk együtt. De... Többi testvéreddel is hasonlóan konfliktusos volt az ő viszonya? Hát azt mondanám, hogy azt hiszem, hogy, hogy mind, a három, mind a hármunknak a szüleinkkel kapcsolatban azért nagyon sok, és, és, és szerintem máig tartó traumája van, az ki, ki saját vérmérséklete szerint, zodiákus jegye szerint, hogyha valaki ebbe hisz, vagy tehát, hogy a saját módján próbálja túlélni, átélni, rendezni, és a többi és hát ez mindegyikünknek úgy sikerül, ahogy sikerül, igen. Szóval ezt az egész csomagot szeretted volna te a hátad mögött hagyni. Többek, igen, tehát ez volt az egy első. Ugye nem vettek fel a színművészeti re, hanem emiatt elmentem a jogi egyetemre, amiről korán belát. Ezt édesapám nagyon üdvözölte és ambicionálta, mert ő azt gondolta, hogy egy, bár ő is jelentkezett a színművészeti még ifjú, zsenge süldőkorában, tehát azért benne van a kutyavér, csak úgy gondolta, hogy ezért mégis inkább egy sok diplomás értelmiség lesz, és engem is a felé nyomott, hogy akkor menjek a jogi egyetemre, azt marhára utáltam az első percek kezdve, tudtam, hogy ez nem én vagyok. Plusz ugye volt az én egész tínédzser korom, ami azért az én meleg tudatomnak a kikristályosodása volt, vagy egyetem megszületése, ami azért egy olyan érdekes dolog volt, hogy egyrészt ugye ez az apámban mindig egy feszültség volt, jellemzően nagyon sok helyen elmondtam, hogy ez az egész coming outom, ez pont a Madrid felé menő úton derült ki, már nem bírva tovább ezt a feszültséget kettőnk között, de azért ott volt az én egész tínédzserkorom, ahol én ezt titkoltam, bújtattam, mögöttem volt egy csomó olyan kapcsolat, kapcsolatrendszer, amiben azt gondoltam, hogy most akkor merre tovább, tehát hogy tök jól vagyok, tök jó barátaim vannak, de közben ezt a részemet még se tudom, nem mertem, nem tudtam megmutatni. Hány embernek mondtad el, mondjuk 18 éves korodig? Sajnak. Egy, 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 barátom volt, egy mondhatni az első nagy szerelmem, egy ilyen nagyon fura baráti szerelmi kapcsolat, ahol, ez, ahol, ahol én ezt igazából felvállaltam, és volt egy csomó olyan nagyon jó, nagyon szép barátságom, ahol valahogy ezt mégis úgy döntöttem, vagy úgy gondoltam, hogy ezt nem tudom megosztani. Tehát egyébként, amikor coming outról beszélünk, és azt mondjuk, hogy, 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 ez ki és hogyan meri, vagy nem meri meglépni, én azt gondolom, hogy, hogy nagyon sokan vannak, akik még akkor is, hogyha akár nagyon mély kapcsolataik vannak, barátságaik és egyéb más, nem feltétlenül tudják ezt meglépni. Ezt a saját példámon például nagyszerűen Ö, tudom igazolni. Tehát például ez is ott volt a csomagban, hogy elmenni egy olyan helyre, ahol pont ebben az időszakban, 18-19 éves koromban kezdtem el titokban melegbárokba járni, ahova addig nem mertem elmenni, és a, a híres nagy, mint tenni, habroló, és nem tudom én az, az egyetemre szoba soha nem mertem bemenni, mert az, az még ilyen kis tínédzser koromban csak leskelődtem befelé de mondjuk azt tudom, hogy érettségi előtt pont érettségére készültem spanyolul biológiából, amikor először lementem a Habreuló nevezetű műintézménybe. Az egy meleg bár az egy, Az egy kis pici meleg uh -huh. bár itt a, a Kossuth Lajos utca környékén, és és így kezdtem el egyáltalán az én saját identitásomat valahogy itthon megélni, plusz ebben a fiúval, akivel aztán utána utána elment másfelé az életünk. De ez is egy olyan dolog volt, hogy kimenni és megnézni azt, hogy van olyan helyen, ahol ez tök természetes, vagy ahol egyet azt sem tudtam, hogy természetes vagy sem, csak hogy ahol én nekem nincsen mögöttem ez a, mint a még 18 évnyi dolog, amit hozok magammal, ott például hogyan tudom ezt az egészet élni, megélni. Tehát ez is benne volt. És akkor ott hirtelen elkezdtem fölfedezni ezt az egész világot, ami hát egy őrült világ. Tehát, hogy tényleg Pedro Almodovár és az ő, az, ő, az ő nevével fémjelzett, de hát nem csak belőle, hanem az egész gyakorlatilag akkor is spanyoltársam, vagy művésztársam javából álló elképesztő őrült világ, az ott Madridban koncentrálódott. Mennyit lehet erről elmondani, hogy az hogy néz ki? Nem tudom, én. italfogyasztás, drogok. Minden van benne, minden. Hát, van? hát pont úgy van benne minden, mint ahogy itt Budapesten is. Tehát, hogy, hogy, hogy azt gondolom, hogy az a különbség, hogy, 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 ott ez kapcsolódik egy ilyen elképesztő, életigenlő, életszerető, ami a spanyol emberekből adódik. Szüleid mit hittek, vagy tudták azt, hogy te mit csinálsz ott kint? bekerültem a lakásba, a Csúéka negyed kellős közepére, két-három hét múlva pedig már ugye ez egyik izgalmas drag voltam a, Madrid madridi éjszakának, tehát én sem tudtam igazából, hogy nagyjából, hogy miben vagyok. És ugye vonalas telefonról hívogatott anyukám, hogy hogy megy az iskola. Én meg hebegtem, habogtam, és aztán képzeld el, hogy, hogy, hogy aztán kijött hozzám az anyám meglátogatni, akkor már két drekvinnel éltünk ott együtt, közösen bérelve azt a lakást, amit csak nekem adtak ki. Milyen szót használsz? Ez nem biztos, hogy mindannyian a ilyen. A Igen. Ugye a az egy olyan, hát aki mondjuk egy picit is követi, mondjuk Rúpolnak a, és a Rúpol drag részt, ezt ugye most Netflixen nagyon szépen lehet követni, tehát ez, a, ez az elképesztő, Ö, ugye ilyen szórakoztató vonala a transvestita művészetnek, egy, ennek egy, ennek egy nagy, pont a 80-es, 90-es években kifejlődő ö, egy ilyen túlzásokra, ha valakinek mond amit az a kifejezés, hogy camp, ugye, amiből most a New Yorki medben is egy nagy kiállítás volt, tehát amit még Susan Zonták hozott be a köztudatba a 60 es években, ugye a camp az a gyakorlatilag az ókortól, 11. Lajostól, vagy ókortól és a francia barokban 14. Lajostól megszülető a mesterkéltségre, a túlzásra, a parodisztikus G-attitűdre alapuló uh -huh. ilyen kulturális vonal, aminek az egyik ilyen nagy megnyilvánulási formája az a drekvinség, ami egy olyan nőimitátorság, vagy nőből férfi imitátorság, ami nem arról szól, hogy a megkülönböztethetetlenségig hasonlítsál férfiként egy nőre, hanem arról szól, hogy, és ezért volt az én nagyon-nagyon jó közegem, hogy paródiával, humorral, túlozz el mindent, és legyél, mint a rúpol, két méter magas, és még azon egy fél méter paróka, és egy 40 centis platform, uh -huh. és az egésznek legyen egy, egy ilyen, egy színes paradicsom madár ugye az éjszakai életben. És ezzel szembesült anyád, amikor kiutazott hozzá? Képzeld el, hogy amikor kiutazott, akkor én ott nagyon sok szeretettel fogadtam, ugye hát ez a házunk az egy ilyen őrült, őrült kis bulitanya volt, és akkor az anyukám oda szépen betagozódott, én voltam, amikor elmentem fellépni, mert ugye ilyen diszkókban dolgoztunk a legvagányabb, legmenőbb szórakozó helyeken mit kellett csinálni? Kérlek szépen, hogy ennek is több ága van. Ugye van, aki lipszinket csinál, tehát gyakorlatilag, mint ahogy itt mondjuk Lady Dömper, uh -huh. vagy, vagy Betty Blue, ugye az Alter Ego klubban, tehát híres lágereknek a, a tátogását, lipszinket csinálja, van, aki saját hangján énekel. Én igazából meg kell, hogy mondjam, az én egyetlen feladatom az volt, hogy menjek és szórakoztassam az embereket a, ter, a, a, diszkon belül. Tehát gyakorlatilag ez egy ilyen. Most azt mondhatnánk, hogy egy ilyen public relation uh -huh. entertainer volt, csak hát egy jelmezes figurája annak, hogy, hogy csapatokba jöttek oda az emberek, és akkor beszélgettél velük, ittál velük, szórakoztál, táncoltál velük, stb. Édesanyjának leesett az állam, amikor látott egy ilyen fellépést? Ő a felépésre nem jött el, de hát mivel ez egy ilyen két-három-négy órás készülődés előzte meg, hosszú minkel öltözködéssel, paróka ne az, abban azért belekóstolt. Hát persze, leesett az álló, de hát ő neki azért... Egyrészt szerintem nem jött ez áratlanul, mert amikor én három éves koromban megkértem őt, hogy az óvodai első farsangomra varjon egy, egy mennyasszonyi ruhát a csipkefüggönyből, akkor azért szerintem nagyjából úgy érezte, hogy mi van. Szerintem ő inkább aggódott amiatt, hogy én miben vagyok ott kint. Tehát azért persze én is fogyasztottam drogokat, én is ittam. Tehát, tehát hogy azért innen Budapestről a 90 es évek közepén mondjuk egy fogorvos nőnek a, a, szemszögéből azért ez biztos egy nagyon veszélyes, vagy ilyen nagyon aggodalomra okot adó dolog lehetett. De akár elvágódott volna a székkel, ha ezt megnézi. Az biztos, sőt, nekem a legnagyobb szívfájdalmam az volt, hogy ez a nagy szerelmem, akinek nem mondom a nevét, mert máig is egy ismert ember a médiában, az, hogy neki is egy olyan kb. egy-két év, egy-két hónappal később tudtam csak ezt elmondani, és ráadásul úgy, hogy ez egy, ilyen, az egy nagyon dura dolog volt, hogy közben a, a proziben a német televíziót csinált egy, egy egy interjút velem abban a diszkóban, ahol dolgoztunk, és akkor ott elkezdtem neki erről az egészről, ugye nekik, ugye akkor is nem tudom, én valami őrült cucc volt rajtam, és ott magyaráztam jobbra-barra, és ezt leadta az RTL Klub, az egyik nyitó fókuszanyagában, tehát gyakorlatilag itt Budapesten, onnan kezdték el tudni, hogy én mit csinálok Madridban, hogy megjelent ez az rtl és például ezt ő is látta, ez a barátom, na és akkor ő azt mondta, hogy hogy egyrészt ugye ő egyetem nem tud azonosulni, én elárultam a mi kettős kapcsolatunkat azzal, hogy én nem mondtam el ezt neki rögtön. És akkor gyakorlatilag ő azt mondta, hogy ő azt a Márkot nem szereti, ő azt a Márkot szereti csak, amit ő ismert. Tehát ez egy, ez egy nagyon kemény pofán csapás az embernek egy olyan kapcsolatban, amikor azt gondolt, hogy a, a, a leges-legjobb barátod olyan leges-legjobb barátod, akivel egyébként együtt feküdtetek le először, tehát ő ezt kipróbálta, aztán egy heteró családja lett, és nem is ez a lényeg, csak hogy egy olyan érzelmi intim szál, amiben azt gondolom, hogy utána ezt megkapni tőle, hogy aha, és egyébként pedig, ha nem olyan vagy, mint, mint idáig, és nekem ez az oldal, nem tetszik, köszönöm, szevasz, hello, ne is beszéljünk többet. Tehát akkor egy szerelmi viszony is volt, nem csak barátság. Én azt gondolom, hogy igen, tehát ez egy kicsit ez ilyen utas és holdvilág, ilyen Ulpius uh -huh. házszerű, ö, egy ilyen nagyon intim, érzelmi, szál, ami, ami barátság és szerelem között ingadozik, mint ahogy szerintem egyébként nagyon sok tinédzser esetében azért ezek összekeveredhetnek. Ezt itt tisztáztátok később? Sokkal később. nem Igazából nem nagyon lehetett tisztázni, mert aztán sok-sok idővel később találkoztunk, valamennyire fölvettük a, a, a szálat, meg a fonalat, de igazából, igazából én soha nem éreztem azt, hogy 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 újra olyan helyzetbe kerülünk, hogy erről úgy igazából tudjunk beszélni. De ez megütött, ez érződik. Ez, hát ez, ez azt kell mondjam, hogy a, hát nem csak akkor, tehát ez, ez életem egyik nagy szerelmi csalódása volt, abban a háromból, ami volt, úgyhogy... Összesen háromszor voltál szerelmes? Igen, 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 igen. Igen, mert ugye ez, ez egy elég kemény dolog volt, tehát elég sokáig védtem magam mindenféle ilyen érzelmi elköteleződéstől, aztán a, aztán kb. tíz évvel később, Jött egy másik hasonló helyzet, ami, ami, ami megint egy egy olyan ö, dolog volt, ami, ami igazából rosszul végzett, és aztán a harmadik lett, ami nem, régó, nem olyan régen volt, az volt egy. Hát tehát harmadszor ért meg bennem ez az egész dolog, hogy, hogy hogy, az a dolog egyáltalán, hogy én kb. kiket választok, és hogy kik kerülnek közelembe. Tehát ez mindig elég speciális szerel meg, tehát mindig van benne egy ilyen szál, amit te nem tudsz kontrollálni, hogy nem feltétlenül tudja ő magáról, hogy kicsoda, micsoda, én nem vagyok vele tisztában. Hm. Tehát, hogy ezek, ilyen, ezek mindig speciális bonyolult viszonyok, és most a harmadik volt olyan, ahol, ahol gyakorlatilag talán vénebb feljel, vagy egy kicsit ilyen nagyobb életbölcsességgel úgy tudtam ebből kilépni, vagy úgy ez lezárodni, hogy nem megcsalatva és elárulva éreztem én magam, hanem hanem az élet természetes dolgának az, hogy vannak olyan helyzetek, amiben te közel kerülsz emberekhez, és aztán utána ezek elmúlnak, és adott esetben úgy tudsz ebből kilépni, hogy mivel szereted ezért jót kívánjál neki, és azt kívánjad, hogy, hogy aztán ő az élete más részében, akár egy nővel ö, találja meg azt a boldogságát, amit ti együtt megosztottatok éppen abban a helyzetben, hiszen ilyen van, ö, és, ilyen, és ilyen történetek vannak de hogy ez nem ment korábban így, ha jól sejtem. Tehát akkor ilyen sértetten, durcásan és átkozódva váltál el tőlük? Ö, nem, ö, hanem kifejezetten ez az első történet volt olyan, ahol ahol igazából egy pofoncsapás volt. Te gondolj bele, hogy 19 évesen, amikor éppen valami egészen újat próbálsz meg saját magadban rendezni, és valami egész őrült fordulatot vesz az életed, és azért, mert ezt te nem rögtön tudod kommunikálni, még akár a hozzád legközelebb álló, érzelmileg legközelebb álló embere is, azt a pofont kapod vissza, hogy kösz, akkor nem kell ezt. hogy, hogy ez... ez... szerinted mit okozott a te személyiségedbe? Hát az biztosan, hogy amiről én elég sokat beszélek, hogy nekem azért elég problémás érzelmileg közelengedni magamhoz embereket. Tehát, hogy a, 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 legnagyobb tanulási folyamatom az elmúlt, mint tudom én, 5-6 évben az, hogy ezt a fajta falat, amit, a, amit igazából belül a szívem köré tettem, építettem, azt, azt azon nyitni ajtókat. Mert hogy féltél a sérüléstől? Én azt gondolom, hogy igen, igen. Ami egyébként biztos, mert következménye lehet gyerekkori traumáknak is, és többféle más dolognak is, de de ez például effektíve egy olyan ö, csalódás volt, ami után én azért elég nehezen kezdtem bármilyen ilyen, ilyen érzelmi, vagy ilyen szerelem típusú sztoriba biztosan. Tehát én rövid távú kapcsolatokban voltál érdekelt, amikor igen. már elköteleződni kellett volna valami fajta egységet létrehozni, ott már megrettentél. Igen, igen, igen. El is, sokszor el is menekültem, persze. És attól nem félsz ennek köszönhetően, hogy például egyedül maradsz? Ez sokan megkérdezik, én magától az egyedülétől egyáltalán nem félek, tehát én nem azt gondolom, hogy azért kell párkapcsolatban élni, hogy ne legyél egyedül. Azért kell párkapcsolatban élni, hogyha van rá igényed, és tudsz adni az embereknek, vagy egy embernek, és aztán kapsz tőle vissza valamit, az tök jó. Tehát én azt gondolom, hogy az emberek nagyon sokszor önzésből menekülnek kapcsolatokba, mert azt gondolják legegyszerűbb módon, azt gondolják, hogy legyen valaki, aki gondoskodik rólam a öreg napjaimra amit én azért nettó önzőségnek érzek, tehát a kapcsolatnak szerintem valahol ott van az alapja, hogy én először is kitárulkozom és adok valakinek valamit, és köszönöm szépen, hogyha kapok érte vissza. De ez, a, ez, a, ez az adok-kapok, patika mérlegen kikényszerítése a szeretetnek, a, a gondoskodás, amiben szerintem nagyon sok ember a kapcsolatot, mint létezést elképzeli, az, az azért tőlem amúgy is távol áll. És most van-e valakit, vagy most egyedül? Most le? nincsen éppen. De vágysz rá, úgy veszem. Észre, úgy, kérlek szépen, ez egy érdekes fordulata volt az életemnek, hogy úgy léptem ki ebből a legutolsóból, hogy azt gondolom, hogy nyitva maradt az ajtó. Tehát, hogy... Már az ő számára? Nem, nem, az én, az én, ajtom, uh -huh, az, én az én ajtóm. tehát az én, az maradt nyitva, és nem hangosan becsuktam, vagy beztam, és, és azt mondom, hogy na, akkor megint ide többet senki be, hanem, hanem valahogy, és ezt mondom, hogy ez, ez, ez talán így húsz év alatt kellett erre megérjek, hogy, hogy most már gyakorlatilag azt mondjam, hogy végül is keresném, vagy keresem azt, hogy jöhet valaki szemben, tudod? Hát messzire kalandoztunk így Madridtól, de nem az első kérdés. <laughs> Válasszunk kérlek egy másik Jó. témát. Ö, szabadíts meg a gonosztól. Három éves korodban már olyan álmaid voltak, amely halálfélelemmel járt. Igen. Te rájöttél arra, hogy egy három éves gyerek, én ilyet még nem hallottam, megmondom őszintén, hogy egy három éves gyerek, akinek nincsenek igazán képzetei, még talán az elmúlásról sem igazán. Miért álmodik ilyen retteneteket? Nem tudom, sokat ö, foglalkozunk ebben a terapeutámmal, mert hogy ö, mert hogy igen, merőben szokatlan, de közben meg nagyon sokáig én azt gondoltam, hogy nincsenek emlékeim. Tehát, hogy ö, tök fura volt, hogy ö, hogy úgy nőttem fel, hogy azt gondoltam, hogy, hogy igazából én nem is emlékszem a gyerekkoromra, hanem így a szüleim, nagyszüleim és egyéb elmesélt családi legendáriumból úgy visszaépítettem a dolgaimat. És, és ezt azért mondom, mert viszont az az egy-két-három nagyon erős élmény emlék között, az egyik mindenképpen az a, az, a, az, az, az egy-két-három olyan rémálmom volt gyerekkoromban, amitől, amitől ha rá gondolok, érzem azt a fajta érzést, ami, tehát ez egy ilyen érzelmi emlékezet, vagy egy, uh -huh. ilyen, egy ilyen nagyon fura érzelmi ö, ilyen időkapu, ami, amit, ö, amit máig is megérzek akkor, amikor rágondolok. Tehát, hogy nem tudom, nagyon, nagyon, ö, nagyon furcsa a dolog, de tény, hogy ö, hogy, hogy, pont az tudatosodott bennem három évesen, hogy amikor valaki ez a, ugye az üresség ö, szörnyűséget, ez a horror vákúi, amikor, ö, amikor amikor egyszerűen azt megérzed, hogy mi van akkor, ha te nem vagy, és az a fajta, az ürességnek az a fajta hideg borzalma, és ez fura, hogy ez egy három éves gyerekben ez, meg, ez megtörténik. Hát öreg lelkek vagyunk. <laughs> Kinek meséltél róla? Hát az anyámnak, aki az átrohantam ö, zokogva, ö, tehát egyből, 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 neki, persze. Ez visszatérő volt, tehát rendszeresen? Voltak rend, rendszer, igen, volt, volt több olyan állam, ami rendszeres volt. Mikor múlt el? Na lehet, hogy ezt, ez, ez, egy érdekes dolog, mert erre nem emlékszem, hogy mikor múltál. De ezt tudom, hogy így a korai gyerekkorom, míg ezek így voltak, és érdekes módon, tök, tök, jó a kérdés, mert hogy, mert tökre kéne, hogy ismétlődjen. Eddig járok egy nagyon-nagyon szuper jungiános terapeutához, aki egyébként kvantumfizikával is foglalkozik, hiszen ez a két dolog pontosan tudjuk már, hogy összefügg, úgyhogy... És azt elárulod nekem, hogy Miért érezted szükségét? Hogy egy szakembert? Azért, mert mert nagyon sok, tehát ugye, ami ez a halálfélelem téma, ez ugye nagyon sokszor az életnek sok területén is előjöhet. Tehát az a fajta elégtelenségérzés, hipochondria, ugye? Tehát ezek mind táplálkoznak. Elég jó vagy -e? Elég jó vagy-e ahhoz, hogy. Ugye... ez kitáplálta benned? Hogy kitáplálta bennem? Nem? Hát egyrészt biztos, nagyon sok gyerekkori vonzat is van benne. Tehát az hogy, az, hogy az édesapámnak soha nem voltunk elég jók, vagy én legalábbis soha nem voltam elég jó, az nekem egy elég korai tapasztalásom. Tehát amikor, amikor úszom a, az úszodában, a úszóedzésen, és, és az apám áll az én pástom felett bundában és jackiben, és ő külön edzést tart nekem, mert azt gondolja, hogy nekem még többet kell teljesítenem, mint a többi gyereknek, akkor ezért szépen leírja azt, hogy, hogy, hogy nekem kb. milyen megfelelési kényszerem volt vele szemben, és ez persze tovább. Van is. Na Nagyon sokszor volt, persze, és, és, és én ezen sokat dolgozom. Tehát, hogy az, hogy hogy, 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 hogy úgy fogadd el magad, ahogy vagy, ami nem azt jelenti, tehát most nem a Sobert Norbi Lajongoknak szeretnék ebben megint egy gumicsontot, tehát ami nem azt jelenti, hogy ne változtass az életeden, és nem, de az, hogy alapvetően legyen egy ilyen létbiztonsági érzése, tehát ez a, ez a hogy ez a világok tényleg a, a, leg, a, világok legszebbike, ugye, hogy ezt a, ahogy ezt a francia olvasmányokból lehet az embernek megtudnia. Tehát ez, ez egy fontos dolog, ez nekem el kell jutnom, el kellett jutnom, valószínűleg nem véletlen, és ezen sokan sokat gondolkodtam, hogy valószínűleg nem véletlen lett az én karrieremnek az egyik meghatározó része az, hogy én emberekben a, az önbizalmat, az önelfogadást ö, ö, pontosan azt a fajta külső-belső harmóniát próbáltam meg, és próbálom feléleszteni, hiszen nekem ebben borzasztó sok dolgom volt. Egy ilyen ember, akinek voltak önbizalom problémái, könnyebben tud adni tanácsot túlsúlyos nőknek, önbizalom problémával küzdő embereknek? Tehát nekem mindig az volt az érdekes kiindulási pontom bárkivel szemben, hogy én azt próbáltam vele megértetni, hogy nekem most nem kell bizonyítanod. Tehát most nekem nem kell megfeleljél. Tehát amivel nekem folyamatosan problémám volt, az volt az első, ami, amit mindig próbáltam megéreztetni a vendégeimmel, vagy a, a műsoromban a szereplőkkel, hogy neked itt most nem kell egy ilyen védekező harci pozícióban valamit bebizonyítanod, hanem te most itt ebben a helyzetben úgy vagy, ahogy vagy, vagy és, és próbáljuk meg közösen kitalálni hogy mit csináljunk. És szerintem igen, ez, ez ebben szerintem biztos, hogy nagyon-nagyon sok nagyon-nagyon sok töltetet kaptam abból, ami az én saját életutam volt. Te mióta szereted saját magad? Hát figyelj, én azt gondolom, hogy ez egy mindennapos sztori, tehát... Mai napig küzdelem valamilyen szinten? ez egy kérdés, hogy hogyan, hogy kell ezt megfogalmazni, hogy ezt küzdelemnek mondanám -e, vagy egy ilyen folyamatos inkább edzés, tudod? Tehát, hogy én ezt úgy gondolom, hogy ez ugyanolyan fontos az ilyen típusú területeinket is edzeni, mint a testünket, vagy, vagy bármi más. Neked melyik rész területen kell a legtöbbet edzened azért, hogy az a része elfogadottá váljon a saját szemedben? Hát én nekem igazából, tehát ha valaki szorongó alkat, ugye a szorongás az pont az ilyen elégtelenség érzés, mindenféle mással tárosul, akkor párosul, akkor, akkor avval kell a leginkább foglalkoznia szerintem, hogy ezt a, ezt az ős biztonságérzést újra teremtse magában, hiszen ez mindenünk ha hiszünk abba, hogy, hogy, lelkek vagyunk, akik jövünk valahol, ez az ős biztonság, ez valahol megvan. Te mindig. mi miatt szorongsz? Például ma? Én, figyelj, én, 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 általában, mint a Woody elleni, nagyon sok mindenen nagyon gyorsan tudok szorongani. Azon, hogy éppen nekem is agydaganatom van, mint neki, vagy tehát ez a hipokondria, ez abszolút egy ilyen, hogy jövő héten fel fog-e bárki hívni azért, hogy stílus tanácsot kérjen. emlékszem a Zób Kati, aki nekem a mesterem volt, én ezt végig asszisztáltam nála nyolc éven keresztül, hogy minden egyes nagy bemutatója előtt, amikor kétszer töltötte meg, nem tudom, én négyezer emberrel a, a, Telekom székházát, akkor minden egyes ö, ilyen bemutató előtt a haját tépte, hogy vajon eljön nekem megnézni. Tehát, hogy ö, gondolom, ez egyébként olyan emberekbe, akik ö, akik színpadon vagy kamera előtt élnek, nagyon sok emberben megvan ez a fajta drukk, ez, ez a fajta dolog, valószínűleg ez hajtja is egy picit ezt az egészet. Te de is félsz attól, hogy egyszer nem lesznek rád kíváncsiak? Elpukkad a varázsod? Ez nem, nem is, ö, szerintem ez nem ilyen racionális, tehát nem, ez egész egyszerűen, ezek ilyen irracionális ö, Szorongások valószínűleg máshol van a gyökere, tudod? De az például, igen, egyébként ez egy tökéletes dolog, és ez néhány éve van, mióta tudatosabban foglalkozom saját magammal és a ismerettel, mióta, mióta biztos vagyok abban, tehát milyen érdekes, hogy mi, hogy egyre biztos vagyok, egyre jobban biztos vagyok abban, hogy amit én tudok, meg amit én csinálok, az az fontos és értékes. Korábban nem voltál ebben biztos? Nem, abszolút nem. És mit tudsz te igazán? Tehát ha egy mondatba kérném, hogy fogalmazd meg, miben áll a te tehetséged, amire rádöbbentél ennek a, mi, rádöbbentél, ennek a miben létére? Ö, én szerintem az, és ezt ö, több területen is ö, ö, kamatoztatom, hogy egész egyszerűen elég sok energiát, elég nagy mennyiségű energiát tudok átadni embereknek. Ö, és ez például, az én, valahogy az én sorsom az úgy alakult, valószínűleg azért, mert gyerekkorom óta ebben foglalkoztam, hogy például abban nagyon jól meg tudom az emberekkel értetni, meg nagyon jól meg tudom nekik mutatni, hogy ez a külsőben, a külső, a külső és a belső játékában hogyan tud működni. Szerintem ez egy ez egy fontos része annak, amit én csinálok. Általában mindig is nagyon jól tudtam dumálni dolgokról, tehát az általános iskolában is, meg, meg mindenhol én készültem fel mindenféle anyagból előadást tartani az osztályoknak, mert egyszerűen van valami fajta tűz bennem, amivel beszélni tudok, és számomra fontos dolgokról, számomra fontos ügyekről eléggé Eléggé energia, energikusan tudok megnyilvánulni, és ez általában átmegy. Nem is igazán érdekel, hogy mit gondolnak rólad az emberek? Én azt gondolom, hogy nagyon sokáig nagyon érdekelt, és azért uh, tudatosan is provokáltam őket. Most már szerintem nem egyébként, tehát hogy, hogy ez megint csak az elmúlt néhány évnek a gyümölcse, hogy megértettem azt, hogy, hogy, hogy sokkal jobb saját magad felé menni, mint, a, mint az emberek mint az emberek minden embernek a jó indulatát elnyerni. Természetesen olyan helyzetben, amikor, a, amikor egy gyerek úgy nő föl, hogy alapvetően az, az ami ő, amire ő kezd rájönni a világból, az egy elutasított dolog, akkor teljesen természetes szerintem, hogy próbál mindenkinek megfelelni, és mindenkitől a, a simogatást megkapni, és aztán aztán jó esetben szerintem el kell érni egy olyan folyamat, vagy egy olyan folyamat végére, ahol azt mondod, hogy nem, igazából nem kell, hogy mindenki szeressen, nem kell, hogy mindenki tiszteljen, nem kell, hogy mindenki elfogadja, hogy te milyen vagy, hanem neked kell összeszedned azt, hogy akkor te mit is gondolsz magadról, és aki ezt szereti, meg, aki, meg akinek ez szimpatikus, meg aki, akivel kölcsönösen vonzátok egymást, az úgyis köréd rakódik, köréd kerül, hiszen az ember azokkal legyen, akikkel szívesen van, és akik szeretik őt. De ki vagy mi tud téged megkarcolni, vagy megsérteni? Ezzel kapcsolatban. Figyelj, azt gondolom, hogy hogy azért ezek is jönnek messziről, tehát azért bármikor is egy buzizást meghal az ember, akkor a gyomra görcsbe rándult. A mai napig. Az enyém is. Persze, tehát ezt, ezt, nem le, ezt nehéz, tehát azért ezek nagyon mély traumák, és, 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 és amikor egy országban politikai érdekeket kihasználva tudatosan hergelnek mondjuk egy kisebbség ellen választási vagy bármilyen győzelem miatt, és ezt ezt nem veszik figyelembe, hogy ezt mondjuk akár most fiatalokban milyen sebeket okoz. Úgy, hogy utána érted, egy szerencsétlen megvadult öregasszony kihívja a rendőrséget, mert bolondbalagást lát. Tehát, amikor eljutunk egy ilyen pontig egy országban, akkor azért én nagyon megkérdezném, hogy mit gondolnak azok a politikusok, akik egyben szülők is, hogy, hogy, hogy milyen nagyon nagy sebeket lehet gyerekeken ejteni egész egyszerűen azzal, hogy felhergeljük a közbeszédet? Te? Volt, hogy úgy ébredtél valaha, hogy azt mondtad, hogy bárcsak ne lennék meleg? Nem. Nem? Nem. Nem, mert közben én nekem azért van egy belső, nagyon nagyon mély iránytűm. És ugye, amikor azt kérdezed, hogy mit és hogyan csinálok, tehát hogy, hogy nekem azért a. a az életemnek a nagy része arról szól, hogy valahogy én azt gondolom, hogy én belül érzem azt, hogy mit kéne csinálnom és hogyan. Csak néha elbizonytalanodik az ember, néha, tehát ugye pont ugye a szorongó tépelődő típus az, az sokszor saját magát is megkérdőjelezi, és aztán, és aztán pont ez a lényeg, hogy vissza tudjon találni ehhez a, ehhez a belső maghoz, iránytűhöz. Tehát én ezt, ezt, ezt nagyjából tehát ezt soha nem kérdőjeleztem, meg, soha nem gondoltam azt, hogy nekem ö, azért kéne saját magamat föladnom, vagy megtagadnom, mert hogy mert hogy például sokan azt gondolják, hogy ez rossz. Na nézzünk egy következő témát. A nagy kérdés akkor, ha még van. Igen. Téged egyszer megkeresett egy hölgy, nevezetesen, szeretne tőle egy gyereket. Uh -huh. Ugye te nem is voltál nővel soha szexuális kapcsolatban, és nem ezt mondtál. Arra lennék kíváncsi, hogy mennyi időnek kellett eltelnie, hogy teljes bizonyossággal azt mond ennek a hölgynek, hogy nem lesz. Nekünk nem lesz gyerekünk. Hát ez, ez azért egy hosszabb idő volt, igen, egy, tehát nem rögtön, ezt nekem át kellett nagyon gondoljam, azért, mert egyébként abban a helyzetben tényleg én, aki mindig azt mondtam, hogy gyereket soha. De miért? Hát egyrészt, mert Egyrészt, mert én azt gondoltam, tehát nekem nagyon sokáig volt egy ilyen fajta érzésem, hogy a, a, mi, a, mi gyerekkorunkban olyan sokat sérültünk ezzel a vállással, hogy én azt gondoltam, hogy lehetetlenség gyerekeket normálisan felnevelni. Ugyanakkor sírógörcs csak kaptál, amikor egyszer rádöbbentél arra, hogy neked nem lesz gyereked. Igen, 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 igen. igen. ez, valószínűleg, ez azért valószínűleg a, az én női férfi lelkemnek uh -huh. a keveredéséből adódik. De én azt, sokáig azt gondoltam, hogy ez egy lehetetlen feladat, hiszen, hiszen a mi példánk is azt mutatja, hogy ez, 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 ez szörnyű, és sokáig én ezt így gondoltam, és aztán, aztán pont ebben a felkéréssel belépett valahogy a, az életembe ez a kérdés, és akkor ott komolyan elgondolkodtam azon, hogy esetleg én lehetnék-e szülő, jó szülő lennék egyetem mit gondolok arról, hogy akkor tényleg hogyan lehet gyerekeket szépen rendesen fölnevelni. Ugyanmi... Jó apa lennél? Hát figyelj, az biztos, hogy, hogy nyitott apa lennék. Biztos, hogy nem gondolnám azt, hogy nekem és egyedül nekem van jogom arról dönteni, hogy, a, hogy, az én gyerek, ugye nem az én gyerekem, hogy a gyerek, hogy a hozzám születő gyerek hogyan nőjön föl. Szerintem ezt én máig is gondolom, hogy hogy, hogy nem, nem vonom kétségbe azt, hogy nagyon sok szülő a legjobbat akarja a gyerekének, és biztos ez így van, de nagyon sok szülő ember az összes gyarlóságával, az összes dolgával együtt. Tehát nem feltétlenül biztos az, hogy csak a szülőnek van joga egy közösségben meghatározni azt, hogy, hogy, az, ő gyereké, hogy az ő gyereke milyen információz és milyen tájékoztatáshoz jusson. Tehát én biztos, hogy, hogy ebben, a, szín, ebben a, szempont, vagy ebből a szempontból nem gondolom azt, hogy hogy a szülőnek van joga mindenhez, és én ezt nem is gondolnám, hogy ezt így kell. Alapvetően szerintem, ami, ami, nekem nagyon fontos lenne a gyerek nevelésben, az az, amit szerintem nagyon sok szülő elfelejt, hogy, hogy a gyerek az nem a tiéd. Tehát, hogy ez a fajta ilyen, a római jogból, a bónusz Pater Familiásból táplálkozó birtok és tulajdonjog, ami a, ami a gyerek, meg amúgy a feleség is, meg a, meg a, rabszolgákon is volt az apának, szerintem erre picit le kéne szokni, már egy kicsit, kicsit tovább kéne ezen lépni, és, és, a, és a, megszülető, leszülető, újjászülető, ki hogyan gondolkodik rólunk, új embereknek örülni kéne, hogy a szülők azok pont az ő szülei, és vigyázhatnak rá, és, de, hogy, de hogy ez a, ez a kicsit ilyen, ilyen birtokviszony, amiből szerintem egyébként nagyon sokszor a szülői is táplálkozik, szerintem ezt egy kicsit el lehetne felejteni. Én például biztosan lennék, aki csodálkozik, rácsodálkozik a gyerekére, aki, aki hagyja minden szempontból, hogy hogy, 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 megvalósuljon az a sors feladat, ami miatt tőle született, és a, 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 mellett, a, mellett a lehető legnagyobb alázattal, a háttérből, vagy vagy ott mellette segíti. Az Miért ő mondtál életét. akkor mégis nemet? Azért, mert akkor azt gondoltam, hogy egyrészt nagyon szerettem azt a lányt, aki megkér, nagyon régi barátnők vagy barátnők, nagyon régi barátok voltunk, de azt gondoltam, hogy, hogy, hogy még nem állok teljesen készen erre a dologra. Azt nem tudom, hogy most készen állok-e, meg egyáltalán, hogy lehetne ezt kivitelezni, főleg most, ugye itt nálunk, de... De ott szükségképpen kellett volna, hogy történjen egy aktus? Nem, egyáltalán nem kellett volna, hogy történjen egy aktus, sőt, az volt az egészben a, a nehéz, hogy ő azt mondta, hogy hát ő nem is vár el tőlem semmit, és ő nem, szeret, nem, ő nem kéri azt, hogy én, a, hogy én apaként a gyerekbe, viszont azt meg belegondoltam, hogy azt meg nem tudnám megtenni, ha én tudom, hogy nekem van egy gyerekem, ráadásul ismerem, hogy, 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 ki, kivel csináltuk ezt a gyereket, akkor, akkor az teljesen természetes, hogy, hogy annak a sorsáért már felelősséget válasz, és én akkor még valószínűleg az volt, hogy nem mertem felelősséget vállalni, meg nem feltétlenül gondoltam azt, hogy, hogy ebben a lányjal gondolnék én közös gyereken. Ma már nem biztos, hogy nemet mondanál, ugye? Hát kérdés, hogy kinek? Igen. Igen. Ö... Ez egy érdekes dolog. Ö, azt nem tudom, hogy ugye az, hogy nekem általában milyen kapcsolataim vannak, az, az, az is egy kérdéses, tehát abban nem vagyok benne biztos, abban nem vagyok biztos még akkor sem, hogyha azt mondtam neked, hogy nyitva hagytam a kis kapumat a legutóbbi kapcsolatom után, hogy én egy férfivel fogom leélni az életemet. Ebben egyáltalán nem vagyok biztos. Mert de... ezt hogy értjük? Tehát, hogy lehet, Kapcsolatban. Hogy, de lehet hogy nővel? Ne, nem, tehát, hogy nem biztos, hogy egy férfi szerelmi kapcsolattal Értem. fogok húzamosan, tehát ami mondjuk megágyazna annak, hogy mondjuk közösen egy melegpárként akár valahogy, akár örökbefogadással, akár bármi mással egy gyereket neveljetek. Érdekes módon egyébként meg kell, hogy mondjam, hogy sokszor gondolkoztam azon, hogy amúgy egy nővel, mivel sokkal sokkal jobban egy huron pendülök velük, lehet, hogy sokkal harmonikusabban tudnék mondjuk egy közös háztartásban együtt lakni. Tehát Ezt egy el ilyen, tudnád képzelni? Én, egy, én azt gondolom, hogy lehet, hogy egy nővel jobban el tudnám képzelni, akkor is, ha nem lenne köztünk szex. Tehát, hogy, 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 hogy amúgy az élet napi dolgaiban, vagy, 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 egy, vagy egy ilyen fajta együttélésben lehet, hogy lehet, hogy valahogy, mint a legjobb barátnőddel, úgy együtt élni, azt, azt lehet, hogy könnyebben el tudnám képzelni, mint egy ilyen, egy ilyen szerelmi viszonyt egy másik férfivel, ezt nem tudom még. Mert hogy, ha jól sejtem, jól olvasok a sorok közt, azért a veled való együttélés, vagy párkapcsolatban való működés egy meleg kapcsolat során, tehát egy férfi esetén azért nem problémamentes a te esetedben. Nem nagyon volt erre még igazán példa, úgyhogy ezt nem tudom megmondani, de... De hogy nőkkel simulékonyabb vagy? Szerintem egyszerűen jobban egy húron pendülünk. Uh -huh. Én inkább ezt mondanám. Közelebb is érzed magadhoz őket? Hát lelkileg sokszor igen. Igen, igen. Tehát én azért, tehát nekem azért az alapélményem a fiúkkal az, hogy szégyenlősen öltözködöm a fiú öltözőben, általános iskolában a torna óra előtt. Tehát, hogy hogy az, ami mondjuk általában férfi közegben tök természetes, az nekem mindig egy ilyen nagyon feszélyező dolog volt. De ez a súlyod miatt volt? Ugye duci Hát a súlyom miatt is, a melegségem miatt is, tehát hogy én, én azért mindig, tehát egy ilyen, mondjuk egy álmaim a férfi foci csapat öltözőjében lenni, hozzáteszem, de azért alapvetően, azért alapvetően inkább feszélyezve érzem magam ilyen típusú társágban. Tényleg nagyon csúfoltak? Hát csúfoltak, igen. igen. De ezt úgy kéne képzelni, mint az amerikai filmekben, amikor Igen, úgy nézi az ember, egyedül ballag valaki. Nem, tudod, mi az érdekes? Az az érdekes, hogy valahogy ez egy tök érdekes dolog volt, hogy én a kis mikrokörnyezetemben mindig nagyon elfogadott voltam, tehát az osztályközösségemben, a a nem tudom miben, és amikor kívül, tehát általában mindig a külső körökből érkezett a a bullying, vagy a shaming, uh -huh. vagy, a, a vagy, a, vagy, a, igen. Mit mondtak neked? Mivel csúfoltak? Hát a klasszikus, dagat, izé, pufi, hiszél, de, 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 fiú vagy -e, vagy lány, most akkor te hiszél fiú vagy vagy lány, vagy a... Te csípős nyelveddel hogy válaszoltál mindenre? Hát képzeld el, hogy igazából, igazából erre akkor még nem voltam felkészülve, tehát hogy valószínűleg azért is ment mélyre, mert bármennyire is egy ilyen sziporkázó Személyiség voltam abban a körben, abban a közegben, ahol tudtam, hogy szeretnek és elfogadnak, azért igazából ö, a bántásokra nem nem tudtam nagyon jól reagálni. Lesütötted a szemed, és próbáltad megúszni a következőt, úgy kell elképzelni mindezt? Ö, egyébként igen, igen-igen. Tehát, hogy nem voltak meg, azt, ö, azt később. Ö, Később ö, ö, alakítottam ki azt a stratégiát, hogy hogyan lehet kidumálni helyzeteket, hogy hogyan lehet, ö, hogyan lehet a be, a, az amúgy jó beszélők készségemmel ezt a javamra fordítani, stb. 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 Ennyi... Tehát engem például soha nem vertek meg, melekként, pedig aztán jártam ide-oda ilyen-olyan, nem -olyan fura ruhákba, ilyen-olyan, nem -olyan állapotba, stb. De az például egy érdekes dolog, hogy, hogy soha nem fajult semmilyen ilyen buzizás, vagy ilyenfajta atrocitás verekedésig, mert valahogy ezt mindig megoldottam, de ezt meg kellett tanulnom, mert, mert az egyébként pontosan ez, amit te mondasz, az alapélményem az volt, hogy akkor így megrettensz, hogy az erőszakot nem nagyon bírom a, a, a fizikai erőszaktól is mindig leblokkoló. Ennyi idő után azt is bemered volna, hogy volt, amikor sírtál? Én sokat sírok most is, máig mai, is, de én nagyon szeretek sírni. De úgy értem, hogy a megszégyenítés következtében. Persze. Annyira mélyre is mentek dolgozni. Persze. Ezekkel az emberekkel, osztálytársaiddal, iskolatársaiddal, mikor manapság találkoztok, és nem találkozunk. Nem hát ez ez nem, olyan, nem olyan, mint a amerikai komikusnak az esete, aki most meghívta pizzázni azt a gyereket, aki. Tehát ezért mondom, hogy igazából ezek nem olyan emberek, akik így ismerten, húzamosabb ideig folyamatosan csesztettek, hanem ezek ilyen utcán beszólogatás, uh -huh. utánad kiabálás, oda rohanok, mondok valamit, tehát ezek inkább ilyenek voltak, nem ilyen hosszantartó bántalmazó viszonyok. Azt mondod, a mai napig szeret sírni. Szeretsz sírni? Ezt szó szerint kell venni? Én azt gondolom, hogy szerintem a sírás egy nagyon fontos trauma feldolgozó, tisztító folyamat, és ezért hát főleg egy olyan emberben, mint én is, akiben van trauma, és dolgozik rajta, nagyon fontos, meg hát egy, egy nagy érzelem kifejező eszköz, úgyhogy szerintem tök fontos, és a férfiaknak is tök fontos lenne, vagy tök fontos, hogy merjék vállalni akár az ilyen típusú érzelmeiket is. Tehát erről is nyugodtan lejöhetünk, hogy most a férfinak a, a, a nagy családfenntartó sziklának kell lennie, aki minden terhet visszavállalni, és nem mutatja ki az érzelmeit, de tessék kimutatni, ha olyan helyzet van, tessék nyugodtan sírni, az neked is jó, a környezetednek is jó, tehát egész egyszerűen feszültségeket old, és szerintem ez fontos. Mint tudsz te ma Sírni, olyan kiadóság. Imádok például példá filmeken, meg zenéken. Tehát, hogy azok olyan kapuk, nekem a művészet az egy olyan kapu, ami, ami megnyit. Tehát, ugye azt mondtam neked, hogy van ezért a szívem körül egy kis kőfal, amit bontogatok, de például Alapélményem, hogy a művészet volt az, ami mindig át tudott hat, hatolni ezen a kőfalon, és ott valószínűleg nekem ilyen, ilyen, ö, ilyen ösztönös művészetterápiám ö, működik gyerekkorom óta, mert vannak azok a nagy történetek, nagy könyvek, nagy operák, többi, stb., aminek egyébként a jelmezeit is terveztem már meg. Tehát amik, amik egyszerűen úgy hatnak, hogy, hogy ezek ilyen katartikus nagy feszültséglevezető. Szinte szándékoltan teszed be azt a zenét, mikor szeretnél egy ilyen nagyot sírni? Olyan is van, de inkább meglepetésszerűen hatnak rám dolgok, és akkor igen, akkor van olyan, hogy, hogy azt mondtad, hogy ne jól hallgassuk meg. <laughs> Tudod, mi jutott eszembe? Ez lett volna az egyik téma, de most már annyira e körül járunk, hogy beszélsz operákról, beszélsz a barokk művészetről. Két nyelven beszélsz felsőfokon, egy középszintű angolul ugye középfokon hmm. beszélsz, hogy az jutott nekem eszembe, hogy egyfelől látnak egy lakatos márkot ilyen-olyan sóműsorba bohóckodni, és van egy ember, akinek elmélyült tudása van a művészetről, a világról, világ felfogás tekintetében is árnyalt a tudása, hogy benned ez soha nem okozott valamifajta belső bizonytalanságot, hogy látnak voltak éppen egy szórakoztatóipari figurát, viszont emögött rétegzett és árnyalt tudás is meghúzódik igényed nem volt megmutatni mindezt, még adott esetben annak kárára is, hogy elvesz egy picit a szórakoztató énedből. Ez egy érdekes dolog, mert ezt többször fölteszik nekem ezt a kérdést, tehát hogy én mindig megmutatom azt, amit én gondolok. Kérdés az, hogy ennek milyen felvevő piaca van, tehát hogy, hogy ugye én úgy kerültem be a magyar médiában, mint kereskedelmi televízióban szereplő, excentrikus, valaki ezt ripasnak mondja, valaki szórakoztatónak, valaki paradicsomadának, valaki bohócnak, vagy bárminek mondja, egy ilyen figura, amivel nekem nincs egyébként gondom, mert az a fajta ilyen outsider, rezonőr figura, ami egyébként a Shakespeare-i klón figura, az abszolút magaminak érzem. Tehát, tehát az sem, tehát engem az nem zavar, hogyha nevetnek, akár rajtam, vagy velem, tehát hogy ebben nincsen gond. Ha az, akkor se? Én azt gondolom, hogy hogy azt például megtanultam helyén kezelni, tehát az emberek nagyon sokszor zavarukban nevetnek meg, akkor, amikor nem értenek valamit, meg akkor, amikor a saját feszültségeiket próbálják meg levezetni valamilyen helyzetben. Én azt gondolom, hogy én csinálom az életemet, tehát hogy érted, eljövök emberekhez beszélgetni, dolgozom a trojkába, dolgozom a jelmeztervezőként, de érted, én azért alapvetően ezt az egészet úgy, építettem föl, hogy közben csak a megasztárnak a, 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 furcsa, extrém ként ismert meg a magyar közvélemény, és az, hogy én, az, hogy én bedolgoztam magam a magas kultúrába is, az egyszerűen azért van, mert nekem ez fontos, és az én életemnek ez egy fontos része, ahogy mondtam neked. Az, hogy ez nagyságrendekkel kevesebb embert ér el, mint, mint mondjuk az, hogyha én a indexnek adok egy csípős interjút, vagy a 168 órának, vagy, a, vagy neked, és, és az, az sokkal több embert ér el, meg az is, hogyha kirakok egy hülye videót a TikTokra, ez is én vagyok. Ezt valahogy nekem ezt valahogy nekem tudatosítanom kellett, és én ebből megnyugodtam. Tehát aki rám kíváncsi, mint mint művelt, művészetekért szerető ember, annak, annak valahogy meg kell ilyen interjúkat nézni, el kell jönni a színházba, el kell jönni a Trojkának az előadásaira, el kell jönni majd most a Chicago című musicalre, ami azért persze megint csak egy mainstream, de azért ez egy komoly művészeti alkotás lesz Béres rendezésében a Szegedi Szabatirin, ahol én leszek a konferencié sziporkázó szerepe. Úgyhogy vissza... Nagyon már, hát gondolj bele, hogy én színésznek készültem. Szerinted te vagy a színházi széna vesztett többet azzal, hogy nem lettél színész? Hát ki mondta, hogy nem lettem színész, tehát most kaptam egy óriási <laughs> szerepet a Szegedi <laughs> Szabad. Innentől kezdve egyre több színházi munkám lesz, ez is semmi nincs elveszve. Nincs elveszve? Hát hogy lenne? Számolsz vele, hogy ez csak tulajdonképpen elindítja a te színészi pályádat. Én avval számolok, hogy megtalálnak a lehetőségek, mint ahogy idáig is. Tehát én tök lettem idegenvezető, aztán tökvéletlenül lettem drag queen, aztán tökvéletlenül lettem stylist, Mindezt mondom úgy, hogy nem hiszek a véletlenekben, tehát ez innentől kezdve megmagyarázza az életet. Szerinted mi a legnagyobb félreértés veled kapcsolatban? Mi a legnagyobb félreértés? Ö... Szerinted mi? Félreértenek engem az emberek? Mit gondolsz? Szerintem bizonyos tekintetben lehet. Aha. A vélelmezett arroganciád, vagy hisztid, azt szerinted félreértés? Ö, nem, én nagyon sokat, tehát, ö, azt gondolom, hogy én nagyon sokat finomodtam ebben, de ez is ez meg az önérte, ez, a, ez az önismereti utamnak a, a következménye. Tehát addig, ameddig a szorongásaim voltak erősebbek, és a, az élettel kapcsolatos félelmeim, addig sokkal hisztisebb voltam, és sokkal arrogánsabb, mert hogy az ember a saját bizonytalanságát sokszor egy nagyobb pofával ö, palástolja. És én szerintem ebből elég sokat. Ö, változtam, pont, a, pont azzal egy, egyidejűleg, ahogy a saját középpontomhoz találgatok vissza. Te a hiszti alatt azt kell érteni, hogy nagy jelenetek, megalázni adott esetben, adott esetben valakit. Ez a hiszti? Én nem vagyok, nem, tehát azért a megalázós típusú hiszt is nem voltam, inkább ilyen robbanékony voltam, Biztos, hogy volt olyan -e ember, aki úgy gondolta, hogy, és ezt elfogadom, mert ez egyébként sokszor a kapcsolataimban is az volt a probléma, hogy, hogy figyelmetlenségből megbántottam embereket, és, és ezt vállalom, és ezért, ezért abszolút azt gondolom, hogy igen, tehát biztos, hogy megbánthattam embereket akaratomon kívül figyelmetlenségből a stílusommal, de de nem vagyok kegyetlen, meg nem vagyok álló, meg nem vagyok, meg nem vagyok rossz indulatú, meg nem vagyok olyan, aki, aki effektíve rosszat akar az embereknek, az emberiségnek, vagy bárkinek. Hogy látod, ha valaki végignézi ezt az interjút, most egy valósághű képet kapott Lakatos Márkról? Én azt gondolom, hogy ebben az interjúban sok olyan dologról beszéltünk, ami, ami az utóbbi időben bennem, az én változásaimban benne van, tehát hogy biztos, hogy sokkal aktuálisabb, képet kap rólam, mint mondjuk XYZ már többször elmondott unalomig ismételt sztorik és ezt köszönöm neked. Én köszönöm a bizalmat. És, és azt gondolom, hogy én általában őszintén beszélek magamról, tehát, tehát az adott állapotomat mindig lehetőleg őszintén tálalom, vagy az adott helyzetemet az, hogy, az, hogy ez, ez mennyire mondjuk egy ilyen önismereti fejlődésnek az eredménye, és úgy vagy őszinte, hogy gyakorlatilag tudatosabb is vagy, ezt remélem, hogy ez így van. Köszönöm, hogy láthattunk, hallhattunk. Köszönöm szépen.